Rajzok, poszterek a béke jegyében. Október 19-én az Ifjúsági Házban nyílt kiállítás az Újpest Árpád Lions Klub békeposzter pályázatára beérkezett művekből 11-13 éves ifjú művészeket ihlethette meg a béke. Vendégem Sali Péter, az Újpest Árpád Lions Klub elnöke. Szervusz, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Pont arról beszélgettünk most itt az interjú előtt, hogy ezt már a Lions Klubok Nemzetközi Szövetsége 28 éve rendezi meg, körülbelül 10-15 éve van Magyarországon is, de hogy Újpesten is már ez az 5. alkalom, tehát ez egy aféle fél jubileum, nem? Tehát hogy ez egy szép dolog. Hogy... Hát igen, mi is nagyon örülünk neki, hogy ez így az 5. évet megért, és reméljük még sok-sok év lesz. Emlékszem az első, mikor a dr. Molnár Szabolcs alpolgármester úrnak fölvetettem, hogy szeretnénk csinálni egy ilyet, és akkor csináljuk közösen, és akkor volt ilyen kis, ó, hát hogy lesz, mint ez, de nagyon szépen beindult, és nagyon, nagyon örülünk neki, hogy egyre több iskola csatlakozik hozzá, és egyre több pályamű érkezik. De az ezek szép számok, ahogy olvastam, az kb. 5 év alatt kb. 400 diák pályázott? Igen, 375 diák. Csináltam egy kis statisztikát, hogy mi történt az elmúlt 5 év alatt. 375 diákot sikerült belevonni ebbe a rajzpályázati gondolkodásba a béke körül, és ez 347 rajzot eredményezett. Ez azért van az eltérés, mert van, ahol ilyen idén például a Pécsiben egy kis tímeket alkottak, és gondolom, hogy ebben a gondolkozást jobban belevitték a rajzolás közé, vagy a rajzolásba. Tehát igen, ilyen nagyságrendű volt az 5 év alatt a gyerekek, akik ebben foglalkoztak, és 10 iskola kapcsolódott be. Van-e valami... Bocsáss meg, tehát 10 iskola kapcsolódott be. Van-e valami kritérium azon túl, hogy a téma a béke? Van egy kritérium, ez okozott már problémát, és próbáljuk ezt minden évben elmondani. Tehát van ennek egy kritérium rendszere, hogy 11 és 13 éves közötti gyerekek, ahogy te is mondtad, pályázhatnak minden évben. Tehát ha egy gyerek kétszer egymás után tud még pályázni, harmadjára már nem tud. És van ennek egy méretbeli korlátja, és ezt az iskolák vagy a gyerekek ezt nem mindig tartják be. És ebből persze nyilván van, akit ez, és ha ugye nagyon határozottan nézzük a pályázati kiírást, akkor be kéne tartani azt, hogy a 50 centi, 30-50, illetve 60-50 centinél kisebb, annál meg nagyobb nem, igen. Legyen. És hogy ezért kisebbek már ennél nagyobbak ne szülessenek. De ezt itt Újpesten mindig a zsűri egy kicsit így vívódott rajta, hogy most akkor van egy jó pályázati mű, ami kicsit kisebb, hogy akkor zárják ki. Azt ne zárjuk ki. Ráadásul egy 11 éves gyereknél az azért kicsit, nem? Akár egy kiállításból, de azokat is meg lehet érteni, akik azt mondják, hogy ha van egy kiírás, akkor ennek megfelelően legyenek a rajzok. Most erre nagyobb hangsúlyt fogunk fektetni, bár ezt mindenki megkapja ezt a kiírást, de ennek ellenére azért vannak ilyenek, idén is történt. Ilyen, és a kiállításon is vannak kisebb rajzok. Azt biztosan mondhatom azoknak, akikben ez esetleg kétségeket szült, hogy az országos versenyre, és aztán ha ez volt már ilyen Magyarországon, vagy Újpesten is, hogy kijutott Amerikába a kép, oda csak olyan képek mehetnek, amik a kiírásnak pontosan megfelelnek. Aha. Tehát oda már nem tudunk elküldeni már az országos versenyre sem kisebbet, vagy nagyobbat, vagy olyat, ami nem fér bele, hát aztán a külföldre meg, vagy Amerikába meg főleg nem, mert egyszerűen azzal kizárja magát rögtön a versenyből. A Lions Clubnak, általában a Nemzetközi Szövetségnek is, de akár elmentünk ugye Újpestig, az Újpest Árpád Lions Clubnak, mennyire, hogy mi a fő célja ezzel? A békéről való gondolkodás, a béke fontosság, az, hogy a béke fontosságára hívja fel a gyerekek figyelmét, vagy pedig egyfajta ilyen rajzkészség megmutatása inkább, vagy képzőművészeti értékek megmutatása? Ha megengeded, egy kicsit puskázok, abszolút. Mert van egy nagyon jól összeszedett mondat erre. Ugye a Lions Clubok Szövetsége az egy jótékonysági szervezet. A béke, mint olyan, nem véletlen, hogy a béke minden évben a béke köré fonódik, tehát az a minden évben a béke szó benne van a pályázati
kiírásban, és tehát, hogy minden évben békével kapcsolatos témájuk a pályázatok, és a pályázatnak az elsődleges célja a fiatalok megszólítása, bevonása a közösségi gondolkodásba, a szolidaritás erősítése, a béke fogalmának értelmezésén keresztül, és ezt a képi eszközökkel, a rajz eszközeivel való megjelenítésben. Ugye mivel nagyon sok, ugye a világon, amivel a Lions Klubok Szövetsége a legnagyobb jótékonysági szervezet, ebbe a pályázatba az elmúlt években több mint 5 millió gyerek vett részt, tehát az elmúlt 28 évben 130 országból, és ugye mindenhol mást gondolhatnak a békéről, ki hogyan él, kinek milyen a kultúrája, milyennek a tapasztalatai a környezetéből, és ezt hogyan tudja képileg megjeleníteni. Hát igen, nyilván mondjuk egy magyar gyerek, akinek szerencsére, egy 11-13 éves gyerek szerencsére ugye békében él, így tehát van. Csak távolról tudhatja, abszolút, hogy mi az, amikor nincsen béke, így ez az egész békefogalom az elég elvont dolog lehet neki, és megint más egy háborús övezetből érkező gyereknek, akinek pedig nem egy elvont fogalom, hanem egy adott esetben nehezen elérhető vágy. Igen. Hát igen, de ugye azt, aki ugye nagyon sok múlik a rajztanárakon, hogy ezt hogyan tudják a gyerekekkel megbeszélni. Azért volt érdekes például a Pécsiben. Ezzel persze ezek a gyerekek kizárták magukat, ez megint csak egy ilyen szituáció, hogy egy gyerek egy rajz, tehát négy gyerek nem rajzolhat egy rajzot. Tehát csapatban indultak, de mondjuk érdekes lehetett. Én azt gondolom mögé, hogy a rajztanár úr azt gondolta, hogy jöjjön össze egy kis tím, és akkor ők mit gondolnak erről. Aztán, hogy egy gyerek rajzolta-e meg, vagy mind a négyen belerajzoltak, ez egy más kérdés, de nyilván valami konszenzusra jutottak az idei kiírásban megfogalmazottak, hogy osztozzunk a békében, ez volt az idei rajzpályázatnak a címe. Lehet-e látni, vagy lehetett-e látni, nyilván elég sok pályázó volt, de valamiféle tendenciát, hogy hogy gondolkodnak az újpesti gyerekek a békéről. Kicsit nehezen megfogható kérdés, de hát ha van. Igen. Hát ez mindig, soha nincs könnyű dolga a zsűrinek. Ugye maga a béke fogalma és ennek a megfogása, ahogy te is kérdezted az előbb, ez nyilván nem könnyű. A zsűri mindig elég sokat vitatkozik. Idén ráadásul egy nagyon nemes zsűri elnökünk volt a Bertalan Tivadar festőművész úr. És hát persze vannak. Én is megnéztem a kiállítás anyagot többször, ugye azt a 40 képet, ami ki van állítva. Azon kívül, hogy az elsők közül, akiket kiválasztottak, az nyilván nekem is tetszik, de én még mellette találtam háromat, ami közelebb áll a szívemhez, tehát más a megjelentése. Az nagyon fontos szerintem egy képen, és ezt többen megerősítették, hogy legyen valami mondani valója. Tehát vannak olyan képek, ami van egy kép, azt nem mondom, hogy másodszor szerepel ez a kislány, de hogy van, ül egy földgömbön egy lány, és van egy ilyen nagy stólája, amin rajta vannak az országok zászlója, nem tudom, és ott ül és gondolkodik, és akkor valahol megjelenik egy háború, egy kis béke, galamb, tehát hogy van mondani valója, ez nagyon fontos, mert akkor az látszik, hogy a gyerek gondolkodott azon. És ugye itt visszatérnék arra, amit mondtál, hogy aki rosszabb körülmények, vagy más körülmények között gondolkodik a békéről, de ugye annyira gyors a világ, és hogyha még ráadásul engedik is a gyerekeknek, hogy ez eljusson hozzá, de akármit csinálunk, eljut. Tehát, hogy itt verik egymást, ott háború van, kilőnek, vagy nem tudom. Igen. Tehát, hogy annyira gyors az információ áramlása, hogy megérint őket. Nyilván ez is adhat inspirációt, vagy gondolkodást erről a dologra. Tehát akkor a zsűri azt is, nem csak azt értékeli, hogy milyen, hát most a gyerekeknél persze nem képzőművészeti megvalósításban. Hát milyen technikával dolgoznak, hanem azt is, hogy mi az ilyen jellegű mondani valója, hogy mondta. Tehát akkor ez is fontos, mert lehet szépen lerajzolni egy virágot és azt mondani, hogy béke, vagy egy galambot, de nyilván teljesen más az a példa, amit te mondtál. Tehát itt a kettő együtt fontos. Hát igen, ezt megpróbálja minden évben a zsűri, azért mondtam, hogy nagyon nehéz dolguk van. És ugye az is mindenki, ha akarja, akkor a rajz hátuljára ráírhat egy-két gondolatot, hogy az, amit ő lerajzolt, arról egyébként mit gondol. Na hát ez aztán még inkább fokozza a nehézségét, a választás nehézségét. Igen. Tehát nyilván nagyon fontos a rajzkészség, tehát annak
a tehát, hogy ki milyen módon éveli a... Jó a rajz, vagy nem? Igen, köszönöm szépen, egy kicsit belebonyolódtam ebbe a dologba. Tehát igen, tehát ez nagyon fontos kérdés, tehát a képzőművészeti oldal az nagyon fontos, mind a mellett, hogy a mondani való is megpróbálja a zsűribe belevonni. Újpesti gyerekek, vagy újpesti pályázók hogy szoktak szerepelni a magyarországi versenyen? Tehát van, hát nagyon büszke vagyok magunkra, illetve a gyerekekre, meg újpestiségünkre, mert amikor elkezdtük a rajzpályázatot, akkor mindjárt az első évben az országos versenyen is Szabó Lilla Enidnek a rajza nyert. Tehát mindjárt az első évben, amikor ezt elkezdtük, akkor az országos első helyezett az megy Oakbrookba, Amerikába, és megméretteti magát a beérkező, nem tudom, 200-300 mű között. Tehát ez egy óriási élmény volt, hogy első évben mindjárt letaroltuk Magyarországot, és az újpesti kislánynak a rajza lett. A második évben puskázok, ha megengeded, a második évben. Akkor addig közben azért kérdezem, miközben keresed, hogy az újpesti verseny egyfajta előselejtezője is az országosnak, vagy a kettő nem függ össze ilyen szempontból? De mindenképpen összefügg, tehát ez úgy van, hogy minden klub, vagy azok a klubok, akik ezt, már Lions klubok, akik ezt patronálják, vagy csinálják, azok az ország több, egy Nyíregyházától, Malmazújvároson, Budapesten több klub, tehát egy ilyen 8-10-15 klub csinálja ezt saját régiójában, vagy a saját helyén. Ebből november 10-éig kell beérkeznie az országos, tehát az ott már témája az, amit említettem. Akkor ott van egy újabb zsűri, tehát van egy országos zsűri, és a beérkezett rajzokból országos verseny szinten választódik ki az az egy, ami Amerikába képviseli Magyarországot. Illetve ott is van második, harmadik helyezett külön díj, tehát közönségdíj, tehát lehet rá bíztatok mindenkit, hogy majd körbe fogom küldeni, amikor már meg lesz az országosnak az eredménye, és akkor lehet közönségdíjra Facebookon egy linket tenni, vagy nem tudom, és akkor ugye lehet a újpesti bejutott rajzra is. Szavazni esetleg ilyen szempont. És ott is van egy, tehát ugye ott is van egy nagy merítés, és ebből ugyanúgy van, mint ahogy mit csináljuk, hogy van egy kiállítás minden évben, ez most az új, jónan megnyitott Lions központban lesz most már minden évben, és ott ki van állítva 25-6 kép, ami a legjobbnak ítéltetett, ugye ugyanebből a országos merítésből már, és akkor így megyünk. Nemzetközi szinten értek már el eredményt? Egyébként értünk? Igen, 2011-ben úgy van a nemzetközi díjazás, hogy van az első, azt meghívják a díjátadóra, tehát Amerikába, az 5000 dollár jutalmat kap meg különböző, nem tudom, mi mindent, és van 23 helyezett. Tehát onnantól kezdve nincs több, tehát egy első helyezett van, és van 23 helyezett. Őket nem hívják meg Amerikába, de nyilván kiértesítik, és mindenki 500 dollár jutalmat, vagy hogy mondjam, ajándékot kap a Nemzetközi Szövetségtől. Tehát így néz ki a nemzetközi díjazás. A magyarországi díjazás is elég magas szintű, ezt mondhatom, mert az első helyezett az minden évben a díjat, azt az Országos Lions jótékonysági bálon kapja meg, ahova meg van hívva ő, a szülei, illetve a rajztanára, ami önmagában is ez a Hotel Intercontinentalban szokott lenni januárban, tehát ez részükre térítésmentes, tehát ingyenes, és ott kapják meg a díjat, az oklevelet, és egy pénzügyi, vagy pénzbeni díj is van ez mellé. Tehát kár, hogy nem vagyok 13 éves, sem tudok rajzolni. Ennek is rangja van. Igen. És akkor, hogy visszatérjek, ha szabad a természetesen. A második évben, 2012-ben Gerencsér Kamilla második helyet ért el az országos rajzversenyen. 2013-ban Kisvirág külön díjat kapott, és 2014-ben Molnár Tamara szintén külön díjat kapott. Tehát én azt gondolom, hogy minden évben valami díjat elosztunk,
ezt szerintem ki tudja, csinálja Újpest, az újpesti gyerekek után. Tehát... Igen, tehát akkor idén is az itteni legjobb esetleg elérhet valamit. Hát remélem, remélem, illetve úgy van, hogy a több rajzot küldünk be, a... tehát mindenhonnan azért több, tehát az első három mindenképpen, és akkor még mellé választott a zsűri egy pár képet, és akkor azokból választanak, de hát remélem, hogy lesz idén is újpesti díjazott. Az első helyezett nevét el tudjuk mondani itt? Az első helyezett. Igen, az idei első. Tehát, hogy azért az hangozik. Pál Petra, a Károlyi István gimnáziumos általános iskola és gimnázium tanulója. Na, hát akkor... Lett az első helyezett, igen. Ezúton is gratulálunk neki, esetleg az országoson is, esetleg majd Amerikában is. Nektek meg azt kívánom, hogy azért ez évről évre legyen ez a rajzpályázat, és egyrészt fejlesz a gyerekek rajzkészségét, másrészt, hogy minél inkább pacifisták legyenek ezáltal. Köszönöm szépen, hogy itt voltam. Én is köszönöm a lehetőséget.